Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Több tucat helyszínen kapnak új burkolatot a kaposvári utak és járdák. Ma a Tavasz utcai munkálatok helyszínén beszéltek a részletekről. Fejlesztenek, tanácsot adnak, megoldást keresnek a problémákra. 5 éves lett idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kaposvári jelenlétháza. Különleges túrát szerveztek a hétvégén a somogyi motorosok, egyik társukat ugyanis diakónussá szentelték, őt is meglátogatták a bőrruhások. Jó estét kívánok! Július végéig megújul a járda a Tavasz utcában. Ez a helyszín is része a város idei út és járda felújítási programjának. Kaposvár ebben az esztendőben 1,4 milliárd forintot költ ilyen munkálatokra, valamint az útburkolati jelek újrafestésére és az aknafedelek cseréjére, szintbehozásra. Munkagépek dolgoznak a Tavasz utcában. Itt a páros és a páratlan oldaljárdája is megújul. A korszerűsítést azt tette indokoltá, hogy többek között a csapadékvíz elvezetése nem volt megfelelő. 24 millió forintból a Tavasz utcának megújul mindkét oldali járdája. Ez közel fél kilométernyi járdát jelent, és nyugodtan mondhatom, hogy egy lakossági igényre egy nagyon régi kérést tudunk az idei évben teljesíteni. A lakók nagyon várják már, hogy július végén használatba vehessék a megújult, kényelmesebb és biztonságosabb járdát. A Tavasz utca és a magam nevében örülünk a járda felújításoknak, főleg a babakocsisoknak, mert nem az úton mennek, hanem a járdát tudják majd használni, és hát azért ez a Kaposvár fejlődése is, és kell is, hogy tovább fejlődjünk, követni a városokat. Kaposvár ebben az évben 1,4 milliárd forintot költ út- és járdafelújításra, az aknafedéllapok cseréjére és szintbehozására, valamint az útburkolati jelek újrafestésére. Zajlanak a fejlesztések a keceli bejárónál is, emiatt azt a szakaszt holnap és csütörtökön reggel 8 és délután 16 óra között egyirányosítják. Az aszfaltozás ideje alatt a forgalom a 610-es főút felől lesz egyirányú a Kecelhegy alja, vagyis a Vakbottyán utca irányába. A forgalomkorlátozás idején a buszokat és a megkülönböztető jelzést használó autókat a kivitelező átengedi, de ideiglenes jelzőlámpás irányítás is segíteni fogja a közlekedést. Folyamatosan érkeznek a biztosítókhoz a kárbejelentések a hétvégi vihar miatt. A Magyar Távirati Iroda tájékoztatása szerint a társaságok azt kérik az ügyfelektől, hogy lehetőség szerint képekkel dokumentálják a vihar pusztítását, mielőtt elkezdik a halasztást nem tűrő helyreállítási munkákat. A bejelentéshez pedig használják az online ügyfélszolgálati csatornákat. A megítélt összegeket a biztosítók gyorsított ütemben, gyakran már a helyszíni szemle napján, vagy az azt követő napon kifizetik. Nagyobb károknál pedig szükség esetén előleget is adnak. A becsült átlagkár megközelíti a 250 ezer forintot. Ötödik éve segíti a Kaposszentgyakabon és környékén élőket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlétháza. A hátrányos helyzetűeket felkaroló kezdeményezés célja, hogy közösséget teremtsenek és támogassák a városrész lakóit a mindennapi problémák leküzdésében. Az érintettek tegnap délután koncertekkel, bemutatókkal és kiállítással ünnepeltek. Ötödik születésnapja. Tegnap ez a mai, tudja mindenki, éppen ezért jöttünk ünnepelni. Egy a jelenlétház születésnapjára készült verset is előadtak tegnap az idejáró lányok. Azt mondják, hetente többször is megfordulnak itt, mert jó a közösség és sokat tanulhatnak. Hetente kétszer járok ide, és szoktunk színázni, szoktunk készülni a születésnapokra, meg amikor programok vannak, akkor szoktunk ugrálóvározni, meg énekelni. A jelenlétházat a Csillag utcában 5 évvel ezelőtt nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Kaposvár városa. 5 évvel ezelőtt döntöttük el, hogy a Máltai Szeretetszolgálat idejön Kaposvárra,
5 évvel ezelőtt döntöttük azt is el, hogy megvásároljuk ezt a házat nekik, hogy ezt a jelenlétházat itt üzemeltethessék, és mindezt azért, hogy az itt élőknek az életét egy kicsit jobbá tehessék, segíthessék az életüket. A Csillag utcában lévő jelenlétház minden nap várja a környéken élőket, akik itt szinte minden problémára találhatnak megoldást. Itt egy egész nagy forgalmunk van, úgyhogy heti rendszerességgel körülbelül 400-450 emberrel dolgozunk, és körülbelül 150 ebből a gyerek, akiknek állandó programokkal tanulássegítést, és minden olyan dolgot is hozunk, amivel könnyebb lesz nekik az iskola, könnyebb lesz nekik a délutáni program és minden egyéb. Áldja meg ezt a házat és a benne dolgozókat. A jelenlétház megáldása után Citera zenekar szórakoztatta a közönséget, és fotókiállítás is nyílt az elmúlt 5 év legszebb pillanataiból. 5 nap alatt közel 3000 kilométernyi útszakaszról országosan összesen 105 tonnányi hulladékot gyűjtöttek össze a magyar közút dolgozói és civil önkéntesek. Valamennyi szakaszon jellemző volt a közlekedők által az utazásuk során elszórt hulladék, így a PET palack, a fém italos, valamint a cigarettás doboz. Az elszállított hulladék összetétele ugyanakkor vegyes képet mutat. Háztartási gép, építési-bontási törmelék, zöld hulladék és használt gumiabroncs is szerepel a listán. A közutak mentének megtisztítására évente 1,5 milliárd forintot költ a társaság. 7436 hektárnyi területen lesz ezen a héten szúnyoggyérítés Somogyban. A kifejlett vérszívók elleni védekezést platós autókra szerelt permetezőgéppel végzik a szakemberek. A készítményt finom permetként nagyon kis dózisban juttatják ki a települések belterületén az esti és az éjszakai órákban, így a méhekre és más nappal aktív beporzó rovarokra nincs hatással a beavatkozás. Az irtószer a szabadban néhány óra alatt lebomlik, a kijutatott mennyiség pedig nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem az állatokra, sem a növényekre. A részletes településlista a tervezett gyérítési időpontokkal a katasztrófavédelem honlapján elérhető. 3 korosztályos csúcsot is megdöntött a hétvégén a kaposvári úszóreménység. Kakukkoppány a Serdülő OB-n állt a Csík Ferenc versenyúszoda rajtkövére, nem sokára jövünk a részletekkel. Kaposváriak és turisták egyaránt imádják a belvárosi tűzfalakon található riprónai inspirálta festményeket. A legújabb mozaik pedig pillanatok alatt szintén sokak kedvence lett. A Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnáziumban most újabb alkotásokat terveznek. Újabb riprónait idéző közterületi alkotást avattak fel nemrég Kaposváron. A város díszítő mozaikot a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium 4 festő szakos diákja készítette művész tanárukkal közösen. Az alkotás a Somsics és a Szent Imre utca sarkán található épületen kapott helyet. Az intézmény vezetése fontosnak tartja, hogy a fiatalok a városban is megmutassák tehetségüket, így már tervezik a folytatást is. Egy állandó, egy örökös darabot ők kirakhatnak egy nagy városnak egy falára, ami évtizedekig ott lesz, ez egy óriási lehetőség. Van folytatási terv, olyannyira, hogy a következő évben egészen biztos, hogy a megyei múzeum játszótér eletti vakablakára fogunk, szintén riprónai, de ilyen játékosabb, játszóteresebb festményéből újból egy mozaikot majd leplezni, remélhetőleg. Megvannak az eredeti festmények is, mert ezeket is meg szoktam mutatni, hogy a Piacsek bácsi a fekete kredenc előtt, szóval ez az eredeti. Akkor ugye az eredeti festmény a három sudárjegenye a 2 asztaggal. Kaposvár közterületein több újra gondolt riprónai festmény is található. A Turinform iroda vezetője azt tapasztalja, hogy ezeket az alkotásokat nem csak a helybéliek, hanem a turisták is nagyon kedvelik. Az impressionista festőóriás szellemisége ugyanis az egész várost belengi. Ha csak azon gondolkodunk, hogy itt vannak a szobrokon megjelenítve, a parkokba, az épületeinkhez tartozó történetekkel, mindenhol megjelenik riprónainak a szellemisége, úgyhogy kaposváriak is nagyon fontosnak tartják ezt a hagyományt tápolni. A riprónai iránti rajongást az is mutatja, hogy a Róma villa is rengeteg látogatót vonz egy évben.
Elkezdődtek a diplomavédések a Matek Kaposvári kampuszának Ripronai Művészeti Intézetében is. Elsőként a képalkotó szakos hallgatók mutatták be vizsgamunkáikat. Az elkészült alkotásokból egy tálatot is berendeztek a Rip galériában. A következő hetekben újabb védések következnek. Minden nap más szak diplomavédése látható és szabadon látogatható. Az 3 év megkoronázása ez a védés, tulajdonképpen a quintesszenciája mindannak, amit a hallgatók, mindannak a tudásnak, amit a hallgatók összeszedtek ezen idő alatt. Nagyon változatosak a munkák, a fotótól a festményig, a tárgytól a digitális munkákig láthatóak. Diakónusszentelésre érkeztek a hétvégén Kaposvárra a somogyi motorosok. Egy társuk ugyanis egyházi szolgálatokat is ellát, és a csapat sem hiányozhatott az ünnepi szertartásról. A mise után az egyesület tagjai aztán közösen elindultak a Balatonra. Szentelő túrának nevezték el a somogyi motorosok azt az eseményt, aminek apropóját egy társuk diakónussá szentelése adta. Már a motoros bevonulás a székesegyház elé is látványos eleme volt a szertartás előtti pillanatoknak. A szombattól szelid diakónus Csizmadia Tibor a motoros és az egyházi életforma közti hasonlóságokról beszélt. Ugyanúgy jelöljük ki egy-egy motoros túra során a célunkat, az úti célunkat, mint az életünk célját. Ugyanolyan gonddal ápoljuk, őrizzük, gondozgatjuk a motorunkat, mint a lelkünket, mint a szívünket. Sok a közös pont, befogadóak, kedvesek, szeretőek. Nagykanizsai vagyok, és nem volt semmi kitétel, hogy itt somogyinak kell lenni, ide kell, hogy tartozzon valaki. Mindenkit befogadnak, mindenkihez lehajolnak, és mindenkit hívnak és várnak, mind a katolikus egyház. A szezon során általában 4-5 programot szervez az egyesület, amelyek közül a mostani egy különösen szép alkalom volt, mondták a tagok. A Somogyi Motorosok Egyesületében alapvetően nagy a hit. Hiszünk egymásban, hiszünk Istenben, és egyik tagtársunkban még nálunk is nagyobb a hit, hiszen őt diakonussá szentelték, és a szentmisére kísértük el motorostársunkat. A folyamatos motorzaj és a vasban rejlő lóerők már jó ideje nem csak a férfiakat vonzák. Én 14 éves korom óta motorozom, és gyakorlatilag napi szinten mondhatom, munkába is ezzel járok most már, mióta jó idő van. A motorozás érzése a szabadság, én nagyon szeretek motorozni. A somogyi motorosok nagyon fontosnak tartják a biztonságos közlekedést, ezért minden szezon előtt egy technikai tréninget tartanak zárt pályán, amire sok szeretettel várják az érdeklődőket. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei idén nyáron is szerveznek programokat a balatoni hajókon. Az első ilyen interaktív foglalkozást már meg is tartották néhány nappal ezelőtt egy Fonyód Badacsony járaton. A kikötőben rendőr Marci fogadta az érdeklődőket, akikre a helyszínen óriás kocka kirakó, öltöztető pázül, rendőrtetkó és egyéb feladványok, fejtörők is vártak. Hírműsorunk végén sport. Új rekordoktól volt hangos a Csík Ferenc versenyuszoda a múlt héten. A rajtkörre álló ifjú úszók több csúcsot is átadtak a múltnak. A szép számban kilátogató közönség pedig hazai sikereknek is örülhetett. Városunk a Kaposvári Sportközpont és sportiskolával közösen szervezte meg a 67. országos serdülőbajnokságot. A szervező Kasi több jó eséllyel induló versenyzővel képviseltette magát a nemzeti seregszemlén a 450 fiatalt felvonultató mezőnyben. A házigazdák vezető edzője elégedett lehetett, hiszen összes tanítványa kitett magáért. Az meg külön öröm, hogy vannak sikeres versenyzőink, érett versenyzéssel, bejutnak a döntőbe, ott értékes pontokat szereznek, helyezéseket, érmeket, aranyérmeket, és hát igazából el vagyunk kényeztetve itt az évek alatt számos korosztályos évjáratos országos csúcsot úsztak gyerekeink. Koppány is közülük való. Ezen a bajnokságon már ugye másodszor sikerült neki ilyen csúcsot dönteni. Ezeken a felvételeken a 200 méteres gyorsúszás új évjáratos országos csúcsát dönti meg Kakuk Koppány.
A hazaiak kiválósága ezen kívül még két rekordot adott át a múltnak. Egyet 100 méter, egyet pedig 400 gyorson. Nagyon eszméletlenül boldog vagyok, és örülök, hogy ilyen jól sikerült. Ugye az IFJB-re nézve ez egy nagyon jó előjel. Szintén említésre érdemes a kasi 400 méteres mix vegyesváltójának ezüstérme is. Ezt a Kaku Koppány Zéta, Sárközi Szabolcs, Pálca Juhász Emese, Király Fróla összeállításban szerezte meg. Összességében elégedett az NB1-es bajnokságban elért 6. helyjel a Csurgói kézilabdaklub elnöke. Dr. Varga János a csapat honlapján nyilatkozott az elmúlt szezonról, valamint a játékos keret kialakításáról is. Azt mondta, a helyzetkihasználásokon egyértelműen javítani kell a következő szezonban, téthelyzetekben pedig fel kell vállalni a felelősséget. Az interjúban az igazolások kapcsán elhangzott, hogy idén nyáron szinte kivétel nélkül csak fiatal játékosok érkeznek, miközben 5-6 légiósnál több szerződtetését nem tervezi a klubelnök. Főbb híreink még egyszer röviden. Több tucat helyszínen kapnak új burkolatot a kaposvári utak és járdák. Ma a Tavasz utcai munkálatok helyszínén beszéltek a részletekről. Fejlesztenek, tanácsot adnak, megoldást keresnek a problémákra. 5 éves lett idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kaposvári jelenlétháza. Különleges túrát szerveztek a hétvégén a somogyi motorosok, egyik társukat ugyanis diakónussá szentelték, őt is meglátogatták a bőrruhások. $40 millió értékű árut lopott egy balatoni telepről két tolvaj, további részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor 6 szem közt című műsorunk egy korábbi adását ismételjük meg. Akkor dr. Batthyány Zita bőrgyógyász főorvos volt stúdiónk vendége. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés. Holnap is a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Gyakran lesz felhős az ég, kevés napsütés, azonban bármikor előfordulhat. Eleinte még több felé, majd napközben szórványosan várható zápor. A hajnali órákra 15-17 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 22-24 fok körül alakulnak. Csütörtökön is változóan gomoly felhős napos időnk lesz. Kora reggel 12-15 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk. Aztán pénteken kissé tovább melegszik az idő, majd szombaton záporok és zivatarok kíséretében újabb hidegfront érkezhet. A hőmérsékletekben eleinte nem lesz lényeges változás, a jövő hét elejétől azonban újabb felmelegedés kezdődhet. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft., a Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.